Sziasztok! Szeretnék nektek egy pár szót mondani erről a tapasztalatot, erről a vert falu fészerépítésről. Itt látjátok, két betonpillér közé raktam be zsalut. Drótozással vagy metelszárral össze meg tudjátok oldani jó pár helyen, aztán távtartót bele is jó megfeszíteni, és akkor stabilan tartja nekünk a zsaluzatunkat. És hát így haladtam fölfelé szépen. Látjátok, itt egy döngőt használtam, ami szétesett a talpa, a második falnál teljesen meguntam, úgyhogy már utolsó falat azt már kézi döngöléssel fejeztem be, amúgy talán jobb is, mint a szerintem jobb is, mint a gépi, úgyhogy ha újra csinálom, akkor az egészet kézzel. Kicsit lassabb, de amúgy jobban tömörít. Azt én egy samu kalapáccsal oldottam meg. Utána a földet, amit ajánlok, az úgy csináljátok, hogy van a termőréteg, lástok egy ásonyót vagy kettőt, és utána azt a földet kezditek el dolgozni, minél kevesebb humusz legyen benne, szerves anyag, annál jobban összeáll a fal. Itt láthatjátok, hogy itt kézzel döngöltem. Ez egy, nem is tudom, 5 kg samu oldottam meg. Jó. Itt meg a vakolatot látjátok, fogom vakolni. Sima vakolaterősítő hálót fogadtam fel a falra, hogy ne tudjon eljönni a vakolat a faltól. Azt a célt szolgálja. Meg talán nem fog úgy megrepedni a fal, és a vakolat. De semmiképp nem ajánlom vályuk házakhoz, vagy vert falu házakhoz ezt a hálót, mert nagyon sűrű. Oda inkább sima kerítéshálót használjatok. De így egy fészerbe, ami alá is van szigetelve, ott szerintem nem okoz problémát. Nem termelődik bent pára, mivel nem lakott terület. Jó, itt a sarkokat minden csapjatok ki. Itt sima mészhabarcsot használok. Sajnos nem volt szürke homokom, úgyhogy ez a sima bányahomokot hozták. De erre jó. A keverési arány az egy lapát mész és 3-4 lapát homok. Itt volt egy réteg, aztán átléceztem, jött rá a második réteg, a tisztázás, kész. Itt átlécezem, belejavítottam még, és utána a simítás jön, az homokot szárazon átrostáltam, kiszedtem minden követ, ezt is láthatjátok. Elég sok kő kijött ebből a homokból. Igen, de ajánlom, hogy a meszet is rostáljátok át, mert az is teli volt kővel, úgyhogy azzal is szívtam egy kicsit. Aztán sima simítóval átsimítottam, ilyen hungarocell simítóval. Teljesen megfelelt. Utána jött a meszelés, hogy kiszáradt a fal. Na, én hengerrel kezdtem, elmondom, kipróbálom. De rá kellett jönnöm egy, nem is tudom, harmadik vagy még utána a harmadik réteg után, hogy így első meszelésnek nem jó, hogyha legelőször meszeljük a falat, mert a simításnál a homokok közt vannak ilyen nagyon apró kis rések, és egyszerűen, hogyan fölhengereljük és visszafelé húzzuk, egyből kiszedi a meszet, és nem tudja eltömíteni a lyukat, és ezért nagyon sokáig foltos marad. Úgyhogy én elsőképpen a sima meszelőt ajánlom. Én azzal is fejeztem be, és egyből sokkal jobban terítette a hézagokat, teljesen másképpen viselkedett. Minden réteget meg kell hagyni száradni, kötni, és úgy szépen fölordani a többi réteget. Már láthatjátok, ez már a harmadik réteg, de még egyszerűen nem akar eltűnni a foltok, úgyhogy váltottam sima meszelőre. A meszet berakjátok egy hordóba, öntötök rá vizet, felkeveritek ilyen tejszerűre, és utána harisnyán szépen átszűritek, és utána lehet vele dolgozni. Hát kell rá jó pár réteg, főleg első meszelésnél.
De megéri. És akkor ilyen lett, ilyen szép fehér. Ennyit a építéséről. Sziasztok!